Üdvözlöm Önöket a Budapesti Operett Színházból. A Teátrum Társalgó mai témája a János Vitéz. ...1904-ben mutatták be Budapesten a Király Színházban Kacsó Pongrácz Heltai Jenő János Vitéz című művét. Hát nem kerülhette el a sorsát. Bozsik Ivett álmodta színpadra a Budapest Operett Színházba, ahol tavalyi évben bemutatásra került. Milyen érzés volt nektek a János Vitézzel találkozni? 15 évvel ezelőtt már játszottam Iluskát, akkor még nagyon fiatal voltam. Akkor inkább ezt a mesei vonalat éreztem meg mondjuk az előadásból, vagy gyerekként akkor inkább azt foglalkoztatott. Nagyon érdekes volt, mert színészként az ember nincs ahhoz hozzászokva, hogy a mozdulatnak kell jelenteni azt, amit itt az előadásban nagyon sokszor az Ivettnek a beállításaik érnek. Tulajdonképpen egyfajta ilyen képi világ vagyunk, és szimbolizálunk bizonyos értékeket. Kell egyfajta ilyen fegyelmet gyakorolni az embernek magán, mert nem jó, hogyha az a fajta indulat vagy hevesség, ami az emberben jelen van, egy ilyen hebrentséget hoz létre, de nagyon, nagyon szimpatikus volt nekem, és nagyon tetszett ez a képi világ, amit az Ivett megálmodott.
első élmény a János Vitézzel az az Erkel Színházban volt, amikor néztük. Akkor azt úgy megfogalmazódott bennem, hogy fú, de jó szerep ez a János Jancsi szerep, ezt úgy elénekelném, úgy eljátszanám. Amikor szóba jött ez a darab, hogy esetleg itt bemutatnánk, akkor én titkon reméltem, hogy azért az egyik Jancsit elénekelhetem, eljátszhatom benne. Én azt hiszem, hogy egy nagyon szép előadást sikerült létrehozni. Nagyon megindító előadás. Egy kicsit máshoz, másképp nyúltak a zenei világához hozzá, már úgy értem táncban, színpadképben. Mi Bagó szerepe ebben a szerelmi történetben, János Vitéz, Iluska, Jancsi, Kukorica Jancsi, és azért ott van Bagó. Ti három különböző Bagót fogalmaztok meg? Szerintem az Ivett elég nagy szabadságot adott nekünk, tehát szeret úgy dolgozni, hogy a személyiségedből indul ki. Én azt gondolom, hogy Bagó egyébként ennek a darabnak az igazi hős szerelmese. Gyakorlatilag a kettejük boldogságáért hajlandó lemondani erről a szerelemről. Ő igazából a vesztese szerintem. Biztos van a közönségben, aki nekünk szurkol. Igen. Ez 100%. Hát, nagy rész miattatok jönnek el. Nekem ez volt életem első ilyen szóló darabja, amit színpadon megmutathattam magam, és nagyon izgalmasnak találtam, és szerencsémre, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Bozsik Ivett nagyon sokat segített ebbe, hogy mind magamat is megtaláljam a színpadon, és hogy Bagóval tudjam ötvözni saját magamat. Mindenképpen megéri nem pusztán benne szereplőként, hanem nézőként is újra és újra, ha van lehetőség, meghallgatni, megnézni, mert minden egyes új alkalommal teljesen más dolgokat tud észrevenni az ember, és olyan összefüggéseket talál, ami nagyon jó irányba vezet. Kivettel én beszélgettem erről a darabról, akkor ő azt mondta nekem, hogy ő úgy képzeli az egészet, mint egy festményt. Aztán részleteire lebontja, és az egész karaktert úgy képzelte el, hogy ez a lány, ez tulajdonképpen bátor és vagány. Valószínűleg motorra ülne, a lány fekete bőrdzsekit húzna, és piros magas sarkút, és abban szelni át a, nem tudom, a félvilágot. Megismeri a János Vitézt, ugye bejön a képbe a János Vitéz, és azt érzi a francia királylány, hogy ez az. Ő az, a János Vitéz, aki hiányzott az életéből. Tehát ugye az egész udvar egy érdekes udvar, mert olyan, mintha mindenki bolond lenne a királylány körül, és érzelmileg, ami benne van egy nőben, ebben a millióben ez nem tud megvalósulni. Tehát, hogy a pénz, a pompa és ez a világ, ez nem teszi őt boldoggá. Van egy olyan szerep, amiről azért gyakran talán nem emlékszünk rá annyira, vagy talán elsikkad a történetben a János Vitéz és a francia király és a királylány mellett, ez a Bartoló. Ez az eredeti elképzelés szerint egy bohókás, kicsit poénosra vett, groteszk figurának indult a próba folyamat elején. Aztán rájött a rendezőasszony, Ivett, hogy ennek a Bartolónak sokkal nagyobb súlya kell, hogy legyen a darabba, amely egy kicsit a szürreális világnak a színét, a savát, borsát tudja megmutatni azzal, hogyha ezt a karaktert szabad kőművessé avanzsáljuk. Tehát különböző ilyen rituálé anyagokat szedtünk össze, amelyeket szeretünk volna megmutatni. És nekem az a feladatom, hogy próbáljam
a beérkező, a hozzánk királyi udvarba beérkező vendégeket rábírni arra, hogy ennek a szabad páholynak a tagjai legyenek. Mit képvisel a francia udvar, a francia királyi udvar ebben az előadásban? Tulajdonképpen a mai életnek egy ilyen leképezése, amikor minden mindegy, egy ilyen hedonista, tékozló élet, amiben megérkezik ez a tiszta ember, meg hát ezek a magyar hősök. Rájön az ember, hogy egy ilyen nagy műben sokkal több minden van, sokkal több réteg van. Nekem nem annyira a humoros része jött le. Én inkább arra gondoltam, hogy milyen szerencsétlen ez a szegény ember, hogy beleszületik abba, hogy neki uralkodnia kell, és nincs választása, nem tehet mást. Ezt kell tennie, holott ő erre alkalmatlan. Tehát tulajdonképpen így tragikomikusnak nevezném a dolgot. És ami aztán nagyon fontos üzenete az előadásnak, hogy muszáj lenne ennek a világnak elmozdulnia ebből az anyagi imádatból, a pénzi imádatból, profit imádatból, és menni valami spirituális élet felé. Egy rózsaszál szépen beszél, mint a legszerelmesebb. Nagyon örültem a Bozsi Kivette való közös munkának, mert annyira szép képi világot festett le, különösen nekem a harmadik felvonás nagyon közel áll hozzám, hogy annyira letisztult képi világa volt, és hogy annyira földön túli világot tudott megragadni, ami számomra nagyon, nagyon új értelmezését nyerte a János Vitéz tündérképének. Én a Pécsi Nemzeti Színházban már játszottam ezt a szerepet, a János Vitézt, de Bagót játszottam első sorban, és mellette a János Vitézt is. Én ismertem az Ivettet, tudom azt, hogy mit lát bele, mit érez bele egy darabba, és én ezt inkább érzeteknek mondanám, ahogy dolgozik, mint egy koreográfus, és nekem nem volt meglepő azt, hogy a János Vitézben olyan pontokat talált meg, amit nem feltétlenül értek, de nem ez a lényeg, hanem megérzek. El akarom mondani, mert én nagyon büszkék, akkor játszottam először, 35 éves körülbelül lehettem, amikor a régi nemzetíve a Bessenyei volt a Bagó, az Agárdi volt a francia király, Agárdi Gábor, a Gulyás Dénes rendezte az operát, és aki volt láttam. János Vitéz. És te mit játszottál igen. akkor? Hát a Bosszit. Ugyanezt a Bosszit, igen. 30 évesen? 35 éves, nagyon jó. Figyelj, Úristen. Jöttek a gyerekek, és nem az Illuskákat keresték utána hátul az öltözőben. Ah, baszik! És akkor én akkor úgy rájöttem, hogy akkor jó egy gonosz szerep, muszáj valamitől szerethető legyen egy szerep, akármennyire gonosz tud, és mindig megkerestem az okot, hogy én most akkor... Mert én hiszem azt, hogy az emberek nem úgy születnek, hogy eredendően gonosz. Hogy mondjak el egy sztorit, tudom, hogy meg akar szólalni, de rajtam van a beszélget. Akkor a csuda, én ezt álljult a hallgatom napestig. Amikor a végén a meghajolni megyünk, akkor abba a fekete lepelbe, mert én legalábbis, tudom, ti átöltöztök, én az utolsó fekete lepelbe megyek ki. Volt egy gyerek előadás, és kimentem, és hallottam, hogy
És erre levettem a kendőt, és annyira elkezdtem nevetni, hogy jaj, jó voltam a szerepben, gyűlöltek. Mert ugye az egész életünkben mi ilyen aranyoskákat játszottunk, meg ilyen szimpatikusakat, igen, meg minden. Én már nekünk ugye voltam Iluska annak idején, és akkor nagyon jól esett, mert ugye fiatal voltam Iluskának lenni, de most elérkeztem ebbe az életkorba, amikor már jobb egy kicsit gonosznak lenni. Kicsit nekem is érdekes a helyzetem, mert mint Attina, mert hogy én is voltam korábban banya, fiatalon. Még amikor, igen, azzal kezdtem. Debrecenben végeztem a BIA-t, az alapképzés, és akkor csináltunk egy gyerekelőadást, és én voltam a banya, és ugyanez volt, tehát ott volt az Iluska, a Jancsi, a Bagu, és mégis hozzám szaladtak a végén a gyerekek. Itt viszont már annyira jó érzés volt, hogy nekem például önismeretben is nagyon sokat segített. Egy picit az, hogy el tudjak csendesedni, hogy egy kicsit más világba tudjak kerülni. Egy rózsaszál, ezt hoztam én, benne az ő szerelme én. Itt tud a hűséges szerelmes, a síron túl is szerelmes. Nyugszik a csöndben.